Úgy döntöttem, lecserélem a teflon serpenyőimet, és beszereztem egy öntött vaslábost, amiben konkrétan beleszerelmesedtem. Látszik is rajta, hogy folyamatos használatnak lett kitéve. Rengeteg előnye van az öntött vasedényeknek, például az egyenletes melegedés és hőmegtartás, nem szivárog semmilyen káros anyag az ételekbe, és ha jól bánunk velük, akkor akár az unokáink is megörökölhetik tőlünk. Most mutatok néhány receptet, amit én nagyon szeretek ezzel a csodával készíteni. Az első fogásunk egy vegán töltött paprika lesz, amihez mindenek előtt beáztattam a szójagranulátumot fűszeres forró vízbe. Ez fogja helyettesíteni a húst. Eközben feldaraboltam és ledinszteltem a vöröshagymát, ezúton is nagyon köszönjük a szentesi vagányoknak, vagyis a délalföldi kertészeknek az isteni finom zöldségeket, amiket ajándékba adtak nekünk ehhez a videóhoz. A töltelékhez felvágtam egy zöld hegyes erős paprikát és pár szem paradicsomot is, tudom, hogy nem szokás, de gondoltam, felturbózom a receptet egy kicsit. Fűszereztem sóval, borssal, füstölt és szegedi őrölt paprikával, majd belekevertem az eddigre már megfőtt kunsági rizst is. Ezután elkezdtem megtölteni ezeket a tökéletes tévépaprikákat, amik szintúj szentesről érkeztek. Miután elkészültek, visszatettem őket a lábosba, és feltöltöttem paradicsomlével. Lefettem, és az előre melegített sütőben 200 fokon nagyjából 40 percig sütöttem őket. Puha, ízes, omlós, mennyei finom töltött paprikák lettek. Ami hetente többször is készül ebben a lábosban, az a kenyér, amit már hónapok óta nem vettünk boltban, mivel otthon a bolti ár töredékéért készítem el, ráadásul finomabb és egészségesebb is az én receptúrám. A friss élesztőt langyos vízben és növényi tejben egy kevés cukorral és olajjal felfuttattam, és hozzáadtam a fele-fele arányban kenyér és teljes kiörlésű liszthez. Szépen összegyúrom a tésztát, lefedve hagyom nagyjából 1-2 órát kelni, és ez alatt elkészítettem a hagymás krumplit is, amit a mekkelt tésztába dolgoztam bele. Sütőpapírral kibéleltem a lábost, és előre melegített 220 fokos sütőben 40 percig sütöttem, de az utolsó 5 percre levettem a tetejét a lábosnak, hogy kapjon egy kis színt is a kenyér. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hogyha tetszettek a receptek, akkor írjátok meg kommentben, hogy sikerültek. Sziasztok!